A támogatás elnyeréséről szóló oklevelét vette át Mészáros Péter. A szekszárdi borász családja két pályázattal 300 millió forint fejlesztésre fordítható pénzhez jutott. Ugyanennyit még hozzátesznek önerőként, hogy mások mellett saját pezsgőüzemet hozzanak létre. A Mészáros Borász Kft. Borászati technológiai üzeme fog ugye megújulni, illetve borászat fejlesztése és a tárolókapacitás növelése. A másik pályázatunk az pedig egy pezsgőüzem létrehozása, egy tradicionális pezsgő fognak készülni. Egy másik teipari, szintén szekszárdi cég pedig 1,5 milliárd forintot nyert. Ők 3 milliárd forint értékben alakítanak ki sajtüzemet. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a fejlesztések több ezer szekszárdi és környékbeli ember megélhetését teszik biztosabbá. Több mint 3000 munkahelyet is jelent, tehát közvetetten több mint 3000 munka is így erősödött. A Mészáros Borház a szekszárdi borvidéknek több mint 10%-át dolgozza fel, 160 hektár saját szőlővel, illetve 100 hektárról vásárolnak még fel szekszárdi szőlőt. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára azt mondja, az elmúlt évtizedek legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés sorozata kezdődött el idehaza kormányzati források bevonásával. Nagyon sok hasonló olyan projekt fog megvalósulni, amivel nem csak hogy a történelmi lemaradásunkat fogjuk pótolni, hanem mi abban a reményben tesszük ezt. A magyar kormány abban a reményben tesz forrásokat ebbe a projektbe és programba, hogy lényegében a nemzetközi versenyben is nem csak hogy megerősödünk, hanem sok versenytársainkat le is fogjuk hagyni ezzel a fejlesztésekkel. A két szekszárdi cég összesen 3,6 milliárd forint értékben valósít meg fejlesztéseket.